Amikor megtudtam, hogy én vagyok az egyik ösztöndíjas, akkor nagyon örültem, és hát először nem is akartam elhinni. A rákövetkező nap volt az államvizsgám, és arra készültem gőzerővel, és akkor nem bírtam aludni, aztán megnyitottam a gépem, és elolvastam az e-mailt, és nem hittem el. Hajnali 1 volt, és akkor kaptam meg az e-mailt, és nagyon emlékszem, hogy senkit sem bírtam felhívni. Végül átmentem anyukámékhoz, és felébresztettem anyukámat, és így mondtam, hogy anya, menjek San Franciscóba. Egy hatalmas sikerélmény azonnal az embernek, és ugyanakkor pedig egyfajta izgatottság, mert hogy ezzel ugye nincs vége, most kezdődik el. Én azt hiszem, hogy a Bridge Budapestnek a legfontosabb értéke és a legfontosabb ereje az az inspiráció. Mindazok az ösztöndíjasok, akik kijutnak ezekhez a cégekhez, akármelyik országba. Azok egy olyan kultúrába és munkakultúrába és szervezeti kultúrába csöppennek, amit tapasztalatunk szerint nagyon hamar elsajátítanak és megértenek. És akkor felgyülekeznek energiával, és hazajönnek, és arról beszélnek, hogy hát igen, még akkor is ugye sokan azt mondják, hogy úgyis mindegy, ezt nem lehet, van, amikor érdemes ezzel ellen a gondolattal ellen felállni, és azt mondani, hogy van, amikor lehet. I think Bridge Budapest creates a community of young people who believe in a better or more positive future. A Bridge Budapest ösztöndíj az egy ablakot nyitott nekem a világra. Magamban is megerősített, hogy igenis menjek és a céljaimért küzdjek. Úgy érzem, hogy sokkal önállóbb lettem, sokkal nyitottabb. Egyrészt az emberek felé, másrészt az újabb lehetőségek és kihívások felé. A gondolkodásban nagyon sok minden változott bennem. Máshogy látom azt, hogy hogyan kell akár csak egy céget működtetni, hogyan kell emberekkel viselkedni, bánni, beszélni. Bármennyire furcsán is hangzik ezt kimondani, de elkezdtem hinni önmagamban. Céltudatosabb ember lettem utána. Most már elég biztosan el tudom mondani, hogy mit szeretnék, és elég jól körvonalazódik bennem, hogy ezt hogyan fogom elérni. A Bridge Budapest előtt egy egyetemista voltam, a Bridge Budapest után egy vállalkozó lettem, és bízom benne, hogy egy minél kiteljesedettebb élet felé tartok.